Sziasztok, én Marci vagyok, és elérkeztünk a következő videóhoz. Többen megszavaztátok az első videóm alatt, vagyis a i betűre kattintva, hogy legyen Minecraft-os sorozat, úgyhogy kitaláltam egy sorozatot, na jó, az túlzásig kitaláltam, félig meddig másik videóstól vett ötlet alapján egy sorozatot indítanék. A lényeg az, hogy három kihívásom van egy részben, három teljesítendő feladatom, mindenre van 10 percem, tehát részenként 10 perc a játék része, vágás nélkül lesz ezért. És ugye három dolgot kell teljesítenem, amiket ti fogtok megadni, szóval a mai napig én adom meg magamnak, mert ugye nem értenétek még ilyesmi. Challenger a világ neve, ugyanis Challenger Minecraft címvel is láthatjátok. Kihívó Minecraft, nagyon sok értelme magyarul nincs, de azért valamennyi csak van. Úgyhogy szerintem hozzuk is létre ezt a világot. Boom! Mondom. Boom! Oké, csak kifagyott. Az jó. Ah, elkezdte. Nézni fogom majd én is itt az időt, de ki lesz rakva egy stopper óra a képernyőre. Odan tudjuk, hogy hogy állunk. Rendben, és le is generált minket egy amúgy nekem tetszetős helyre, és ez az. Vannak olyan hegyek, ha jól látom, mert sivatag, ez egy nagyon jó helyre dobott, és ott egy falu. Minket nagyon jó. Na mostantól kezdve mindjárt elindítom a 10 perc, három feladatom lesz összeszedni 2 stack ókot, tehát farönköt, ami azért 2 stack nem lesz kevés. 1 stack követ, és valamennyi szenet találni. Na mostantól 10 percem van, először is le kéne jutnom előre a fáról, ez sikeres, és egyébként hogy a francba lehet ilyen magas egy fa? Ez egy jó kérdés, hát mondjuk kezdjünk el gyorsan akkor kibányászni. Nagyon jó területet kaptunk, nem tudom mennyire angos játék, vagy mennyire nem, a következő résztől kezdve ezt majd tudom szabályozni, most még nem tudom, hogy jó-e vagy nem jó, azt majd meglátjuk. Gyorsan kiszedek egyelőre 4 plánket, és akkor csinálunk gyorsan egy fadeszkákat, csinálunk egy parkácsasztalt. Jól van, csinálunk botot, csinálunk fabaltát, facsákát, ó, és itt van is szén, hát mondjuk láva is. Ennek nem örülök, gyorsan kiszedünk 3 cobblestone-t. Ez az, 4-et is sikerült, gyorsan szeretnénk minden feljutni. Mondjuk ezzel az egyel eltöbbítettem a lávát, nagyon jó. Nagyon okosak vagyunk, szándékos volt. Csinálunk egy kőbaltát, és elkezdünk 3 stack valamilyen, vagy 2 stack fát, ókot összegyűjteni. Összességében kell 2 stacknek lennie, tehát bármilyen fából lehet. Az a 4 darab, amit kiszedtem, az nem számít bele a 2 stackbe. Ugye az a lényeg, hogy minél több fa legyen, ez most nyilván logikus, és hát még marad időnk. És valószínűleg maradni fog, akkor egyébként majd körbenézünk itt, hogy mi van körülöttünk, ugyanis 10 perc áll rendelkezésükre részenként, szóval azt a 10 percet ki tudjuk tölteni. És ha nem sikerül, akkor majd kitálunk valami büntetést, hogy mondjuk el kell dobnunk valamilyen cuccokat, vagy ilyesmi. Remélem ezt az első részben nem kell megtudnom, hogy mit kéne kitálnunk, nem kell ezt így megkóstolnom, ezt a büntetést. Jobban örülnék neki, az első feladatunk azért sikerülne, hát innentől kezdve azért nehezebb lesz, mert itt fogjátok adni a feladatokat. Gyorsan haladunk ezzel a kőbaltával, csak több kőbalta fog kelleni, ahogy ezt láthatjuk is. Meg még nem tudom, hány óra van, mert hogy a játékon belül kéne nekünk birka, hogy legyen ugye ágyra való. Ezt jól elmondtam. Japjú. Hát haladunk. Ez nem egy izgalmas része a játék, amúgy sok dolgot közben szedjük a szeplingeket, meg az almát, ami jó hír. Amúgy néha szerintem dobhatna a botot is, azt annyira nem tudom, hogy dob-e. De az mondjuk kevésbé fontos egyelőre, főleg ha ilyen sok fát fogunk kiszedni.
Most egyelőre itt a környéken maradok, szóval még nem mentem le a völgy részbe. Mert valószínűleg oda is lekényszerülünk, mert hát innen kiütjük az összes fát. Itt van még egy bárány, csak hogy ez szürke, és azt hiszem nem lehet ilyen hibridet tolni. Ez nem jó hír. Viszont már nagyon jól állunk, mindjárt meg lesz ez a kettő stack. Még nem hinném, hogy ezzel a baltával lesz meg. Szerintem mindjárt eltörik, vagy hát látszik, hogy mindjárt el fog törni. De azért meg lesz, még majd csinálnunk kell még egyet, és kész egyébként, ha ebből összeszedtem egy stacket, akkor utána gyorsan a másikból is összeszedtek, a nyírfából is, abból még kell egy fél stack, ebből már szerintem még egy fát kiütök, mondjuk ezt, és meg is leszünk, igen. Most járunk a 4,5 percnél, most volt egy kis közjáték. De le kellett állítom egy picit az órát, de körülbelül most járunk 4,5 percnél. Fél perc kiadással fog számolni, ez nyilván a képernyőn kiderült. Eltörött közben. Csákányunk. Hol vagyunk? Itt vagyunk, nem? Ups, muszkálunk egy picit, hol a crafting table-ünk. Ajajajajaj. És akkor miért nem talál a crafting table-ünket? Ez valami zseniális. Föl nem vettem, alapból ide estem, nem? Hát alapból erre fára estem. Erre felé, itt van, jól van, meg vagyunk. Mi kell nekünk egy újabb kőbalta, akkor ki kell szednem újból. Ja, itt egy creeper, ajajajajaj. Ez most nekünk nem jön jól. Robacs! Ez nagyon jöjjött, ugyanis sikerült szeret is szerezni. És követ is. Úgyhogy nagyon jól állunk. Összességében már megvan egy feladat, az, hogy gyűjtjünk szenet. És... Ne! Rosszra nyomtam, Istenem! Elhasználtam fát. Hol vagy? Aj, nem tudunk csinálni semmit, mert nincsen botunk. Csinálunk bothót. Csinálunk baltát. Nagyon jó. Okay, majd rendet teszünk az inventoringba, viszont most nem ez a legfontosabb, hanem majd még kell pici nyírfa. Már nem sok. És akkor megvan kettő challenge, és már csak gyűjtenünk kell gyorsan stone-t. Ami viszont már egyszer lesz, és egy cobblestone-t. Aztán tudunk egy picit itt barangolni, meg hát akkor gyorsan majd kaját kéne szerezni, meg gyapjút. Mindenképpen. Eléggé fontos lenne. Na, itt ezt a nyírfát hagytuk félbe. Meg hát akkor majd csinálunk egy ládát is, és oda betesszük dolgokat. Jó, megvan. Megvagyunk. Tehát megöljük. Megvagyunk kettő feladattal. Profik vagyunk. Oké. Csinálunk ládát, de ez még szükségünk van fára. Nem nyírfát akartam. Tóbakker. Kétünk egy nyírfát, köszönöm. Gyögyfát. Jó. Hármat használtunk el, mert volt három pluszban. És most van 14-ünk, és ebből tudni kéne csinálni egy chestet. Köszönöm. Esteledik, ez nem tetszik, ez nagyon nem tetszik. Tehát chest. És belerakjuk az ókokat, a szenet, meg mindent belerakunk. Mindent. Kivéve, amik nálam vannak. Ugyanis, vagy elmegyünk oda a faluba aludni, szerintem az lesz, vagy ha találnánk itt
3 gyap jut annak, hogy még 2 barikát, annak örülnék. Az tehén. Ez cirkusz, de ezt is megöljük, mert kell a kajád. Akkor itt egy bárány, nagyon jó. Itt van 2 bárány, ez zseniális. Ugyanis akkor gyorsan visszaszaladunk. Túléljük. Reményeim szerint, és ezek skeletonok. Jajajajajaj. Nagyon nem örülök. Nehéz lesz így az első éjszakánk. Bár ugye most már van ágyunk, szóval most már csak ezt a creepert kéne magunkra ragítani, nagyon jó. Gyorsan csinálni egy ágyat, ups, ahhoz elő kell venni még ezt, és ezt, nagyon jó. Csinálni egy ágyat, nagyon jó, lerakni ezt az ágyat, és ez az el tudtunk aludni. Jó, hogy állunk időben? Ajajaj, fél percünk van, és nem szedtem követ. Nem néztem az őrát, ajajaj, ajajaj. Na, bebuktuk, egy stacket nem fogunk kiszedni. Aj, de nem igaz, hogy miért vagyok ilyen sötét. Nem néztem az órát, úgyhogy bebuktuk. Mai challenge-ünket, ez már biztos. Ezért kiszedünk annyit, amennyit tudunk. Lejárt az idő, úgyhogy itt most stop van. Ide feljövök. Már mindjárt éhálunk. Lepakolok gyorsan, azért hogy lássuk, hogy milyen dolgaink vannak, amikből választunk, hogy mit dobunk el. És ebből a legértékesebb az nyilvánvalóan a szén, és abból van itt. Még van. Szóval én szerintem a szenet kell eldobjuk. Eldobjuk a szenet, ez a mai büntetésünk. Hát ez csak azért nem sikerült, mert hülye voltam. És nem figyeltem oda. Viszont a mai részre tehát ennyit. Akkor várok 3 célt, hogy mit csináljuk meg a következő részben. Ami ma se sikerült, és ezt a creepert nem fogom tudni megölni, akkor baj lesz. És de nem, meghaltunk, semmi probléma. Felszedjük ezt a sok földet. De legalább lett új kajánk. Tehát innen szeretnénk folytatni akkor a következő részben. Írjátok meg, hogy miket csináljunk. Ha tetszett, kérlek, dobd egy lájkot, iratkozz föl. Én Marci voltam. Sziasztok! Okay. Help me see color in